nagy napra virrat a ferencvárosi jégkorong. A Fradi 22 év után szállt ismét harcba egy döntőben trófeáért, és magyar bajnokként fennállása során először küzdhetett meg az Erste Liga serlegéért. Hölgyeim és uraim, íme csapatunk útja az 5 döntős mérkőzésen át a végső sikerig és a mámoros ünneplésig. Fradi az első meccsen elszenvedett váratlan vereség után hamar visszajött a párharcba, és egy-egyes állással vágott neki a csíkszeredai túrának, ahol idén még korábban nem nyert mérkőzést. Csapat az első csíki meccsen bevette a Vákár Lajos műjégpályát és visszaszerezte pályaelőnyét. Másnap pedig egy újabb értékes győzelemmel elérte, hogy Pesterzsébeten a trófeáért léphessen jégre. Elképesztő tényleg, hát sportember, ugye sportoltam én is sokat, sportban maradtam, mint edző, hát de ezért dolgozunk a győzelemért, és ennél jobb érzés csak akkor van, amikor egy ilyen közösséggel, egy ilyen csapattal, ugye az ország legnagyobb klubjával, ilyen közönség mellett, ilyen kollégákkal, ilyen csapat, ilyen játékosokkal elérni ezt a sikert, az meg még édesebb, szóval hát most el vagyunk kényeztetve. Én úgy gondolom, hogy ez a hithez vezethető vissza. A csapat vezetősége hitt az edzőkbe, az edző hit bennünk. Mi hittünk abba, hogy az edző az, amit kijelölt út, az járható, és az minket célhoz fog vezetni. Amit a csapat vezetősége, a Fradi család és az edzők, a szakmai stáb megteremtett nekünk lehetőséget, az a csapat egyértelműen tudott élni, és ezt úgy gondolom, hogy ezt próbáltuk meghálálni, mint te égem. Nagyon jó úgy dolgozni, tényleg, hogy segítsük egymást, húzzuk egymást, kijavítjuk egymást, ahogy van mindig. Mindig szurkoltunk egymást tíz évvel, és igen, ezt együtt értük el. Mi hárman a csapat. Nehéz még szavakat találni az egészre. Szerintem még a csapat nagy része föl sem fogta, hogy mit értünk el. De talán úgy érzem, hogy ki lehet jelenteni, hogy idén föl tud nőni a Fradi elődeihez. Hát kellett nekem is jó sokat várni erre.
aztán végig inkább a Fradi szurkolóknak. Már mondom, én gyerekkoromban is a Fradiban kezdtem, és már akkor is nagyon álmodoztam arra, hogy egyszer bajnoki címmel szeretek rázsuk pont a Ferencvárossal, és ez hál' Istennek nekem megadatott, mert hosszú-hosszú éjséges idő után sikerült ez ismét. Bajnoki címem valóban volt, liga győzelmem az még nem volt, csak elvesztett döntőhegyek. Úgyhogy ez most egy nagyon különleges élmény, és rettenetesen büszke vagyok a csapatra, a stábra, meg az egész klubra. Úgyhogy ez most egy olyan este, amit nem fogunk soha elfelejteni. Ilyen közegben érdemes sportolni, meg fokizni, és külön öröm, hogy hazai pályán tudtuk megnyerni a magyar bajnoki címet, meg az Erste Ligát. Nagyon vártuk, az év elején azért nem gondoltuk volna, hogy egy fiatal edzővel, akinek az első éve a felnőtt mezőn, mint vezetőedző, nagyon sok fiatal játékossal, akik még nem értek át azért ilyen nagy téttel bíró mérkőzéseket, mondjuk mint egy rájátszásban az elődöntő, aztán a döntő. Hát azt gondoltuk, hogy már az nagyon szép, hogy oda jutottunk, hogy mentünk előre az évben, hogy alapszakasz, középszakasz, ezek sikerült megnyerni, a csapat lelkileg össze volt téve, morálisan, mentálisan nagyon erős volt. Ez dicséri a szakmai stábot, mögöttük az edzőket, és dicséri magadat a játékosokat, hogy ezt a két érmet, amit most szeretnénk megmutatni a kedves nézőknek, hogy ezt a két érmet 22 év után idehozták a Ferencváros, pontosabban a bajnoki érmet 22 év után az Erste Ligát először nyertük meg. You know, I won before a couple of Hungarian championships. And more league, but you know, like that was the best when you know, you have guys, like, you know, when I was a player, I loved it. When you have a great group and you win together, that's the best feeling in the world. So I think, you know, I had it a couple of times when I was a player, but definitely this is the best when I'm a coach right now. Hell of a fucking group, guys. Yeah. Like, we work for each other, and we were fighting for each other, so no better feeling than this. That's a party night.